A kormány elfogadta a Nemzeti Kastélyprogramot, és egy hónappal ezelőtt meg is jelent az a pályázati kiírás a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program keretein belül, ahol első körben 33 milliárd forintnyi Európai Uniós forrást fogunk tudni megpályázni. Idén már 8 kastélynak a pályázata fog beérkezni a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, köztük az egyik egy Veszprém megyei, nevezetesen 1,5 milliárd forintnyi támogatást szándékozunk adni a sümegi püspöki palotának, hogy a kastélyprogrammal párhuzamosan elindul a nemzeti várprogram is. Ebből a szempontból a legfrekventáltabb helyen vagyunk, hiszen a legtöbb vár, amely szóba jöhet, az Veszprém megyében van. Sőt, a 3 kiemelt projektből, amiből talán a legfontosabb az Egri és a Diósgyőri vár mellett a sümegi vár, a sümegi vár további fejlesztésére is és rekonstrukciójára is 1,5 milliárd forintos forrás szándékozunk adni, de még olyan kisebb várak megóvására, vagy a vár romok konzerválására is szánunk forrás, mint amilyen a Csobánc. Azt gondolom, hogy ezek a nagyszabású programok, ezek hosszú távon tudják azt garantálni, hogy azok a jelentős értékek, amelyeket az őseink ránk hagytak, azok hosszú évtizedekre, évszázadokra az utódaink számára is átörökíthető értékként fognak megmaradni.